Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, vízépítőmérnök és Fejér megye díszpolgára. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot kívánok. Hát arról a két hétről nem beszélnék, amit nem Székesfehérváron töltött születése után, de utána aztán talán nagyon-nagyon fontos az az életút, mert egyik oldalról tiszteletre méltó, a másik oldalról pedig nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy akik nagyon sokat tesznek értünk, Székesfehérvárért, a környezetünkért, és hát ebben azért nagyon is jó régóta tudjuk, hogy a víz milyen fontos számunkra. De azért induljunk el a papagáj lakóteleptől. Milyen volt egy papagáj lakótelepi srác élete? Hú, nagyon jó volt. Hiszen azért a papagáj lakótelepről tudni kell, hogy ez a fiatal mérnököknek volt a gyűjtőháza. Tehát oda helyezték el azokat a fiatal mérnököket, mérnökházaskárokat, akik a videótomba kezdtek. Hát ugyanígy voltak szüleim is. Ez annak köszönhető volt, hogy a korosztályom gyakorlatilag ott együtt volt. Tehát kisgyerekként is már nem egyedül nőttem fel a lakótelepen, hanem nagyon sok társam volt. Tehát egy közösségbe tudtunk felnőni együtt, természetesen akkor a videótot még nem igazán tudtuk, hogy mi az, csak tudtuk, hogy van egy nyár, és akkor a papa, mama oda megy, de hát a gyerekeknek ez egy hatalmas élmény volt, hiszen abban az időszakban még a papagáj lakótelep mellett még buza és kukoricaföldek voltak. Az még a városnak a perem területe volt, hát ez egy igazi dzsungel volt a gyerekek számára. Boldog békeidők. Igen. Rákóczi iskola, hát az egyenes út volt, a Rákóczi iskola egy nagyszerű általános iskola volt akkor. Hát is, igen. Akkor is teszem. Igen, hát ez úgy kezdődött, hogy akkor kapásból azt mondták, hogy akkor neked Rákóczisnak kell lenni. És hát utána természetes volt, hogy Józsefes voltál. Tehát ez a klasszikus fehérvári pályafutás volt. Természetes volt, hogy Rákóczi volt, ami azért egy kemény iskola volt abban az időszakban is. Tehát nagyon kemény követelményrendszerrel. És hát utána József Attila gimnázium nem, nem különben. Nem különben, de hát azért tudni kell, hogy... Mivel én évvesztes majdnem lettem, a szeptemberi születésű voltam, így gyakorlatilag majdnem minden iskolában nekem felvételizni kellett. Már az óvodában úgy kellett, hogy ne kelljen egy évet halasztanom, általános iskolában szintén felvételiznem kellett, ugyanígy volt gimnáziumban is, és hát 17 éves koromba kerültem katonának, pont emiatt, hogy mindig előrébb jártam. Igen, hát a szeptemberben születettek átka, ez volt. Igen, de jó is volt, tehát ilyen szempontból jó volt, hogy előrébb mentem, akarták, hogy csináljam, és úgy néz ki, hogy érett voltam akkor. Beszéljünk a hivatás választásáról. Mikor tudatosult önben, hogy azért a víz az úr? Hát ez nagyon korán. Papagáj lakótelepről beszélgettünk, 59-es születésű vagyok, és hát kevesen még azért emlékeznek rá, 65-ös árvízre. Székesfehérváron is volt, és hát a papagáj lakótelep másik oldalán van a Fiskális út. És az Aszalvölgyi árok választja el a kettőt. Így a 65-ös árvíz idején az első nekem úgymond pozitív élményem az volt, hogy akkor az Aszalvölgyi árkon nem lehetett átmenni. Le volt zárva a híd, és nekem 3 napig nem kellett óvodába mennem. Ez egy borzasztó jó volt. Tehát örültem neki, hogy van árvíz, akkor tudtam egyáltalán, hogy mi az, de innentől kezdve azért komolyabban is foglalkoztam már a vizekkel természetesen. Ez csak egy ilyen kis intermezzó volt. Kötődésem inkább a vízhez a horgászat révén volt. Hiszen Fehérvár környékén azért nagyon jó állunk vizekkel, és én nagyon sokat jártam már gyerekkoromban horgászni. Tehát megismerte a vizeket? Igen, és akkor fedeztem föl már, hogy van egy azért egy császárvíz, azért van egy Kisfaludon egy tó, azért van egy velencei tó, különböző csatornák, árkok, és már akkor bebarangoltam ezeket, tehát kötöttem a természethez, a horgászathoz. Nem is az volt a lényeg inkább, hogy halat fogja, hanem hogy ki lehessek a vízparton, a víz mellett. Itt kezdődött a kötődésem. Tehát a Józsefből egy komoly iskola volt nem különben. Tehát rangú volt oda járni, ahogy tetszik. Azért Halmos tanár úrra emlékszünk. Nem bánja egyébként, hogy nem hallgatott Halmos tanár úrra? Hát az az igazság, hogy komoly meditálás volt, hogy ténylegesen milyen szakmát választjam, hiszen pont ezek a tanárok határozták meg azt, hogy nekem humán érdeklődésem is nagyon erős volt. De hát amellett a reál irányába is fordultam, és ugyanúgy szerettem, és kedveltem. Hát ez ugye a kettősség megmaradt utána is, hiszen a kötődés, és nem csak Halmos úr, hát Pál tanár úr, azért voltak ott olyan meghatározó irodalmi alakok, akik azért térítették az embert. De a kötődésem megmaradt, hiszen a műegyetemre én felvételt nyertem, és ezt követően nem bírtam elszakadni a másiktól, hiszen abban az időszakban azért a 70-es évek végén azért nem volt olyan könnyű megélni Budapesten, hogy fölkerüljön egy ember, csak úgy, egy tanuló egyedül,
én nekem mindenképpen munkát kellett keresnem, és hát kézenfekvő volt, hogy hova menjek a munkát keresni. Így elsőnek operaház. Operaház, díszletes. Azzal kezdtem, díszletezőként kezdtem, ami egy nagyon jó fizetés volt, de hát nem is ez volt az igazi fizetés, hanem minden egyes darabot megnézhettünk ingyen, és hát tényleg a nulladik sorból. Az nagyon-nagyon nagy dolog volt. Az nagyon sokat számított nekem, és hát utána meg, ahogy az operaházat bezárták, és felújításra került a sor, akkor sikerült elkerülnem a Víg Színházba, ahol első körben szintén díszletező voltam, és hát harmadik, negyedikes voltam már az egyetemen, amikor már segédszínészi státuszba is kerültem. Ez azt jelentette, hogy általában egy mondatom volt maximum, és döntő többségében csak állnom kellett a színpadon, de hát ez ugyanolyan hatalmas élmény volt, hát azért egy Víg Színházban égnézni a darabokat, ugyanúgy a kettőség, és nagyon jól meg lehetett élni belőle, hiszen abban az időszakban egy hónapban körülbelül annyit kerestem, mint kezdőmérnökként 83-ban. Igen, tehát az a 2500-2000 forint környékén. Hát voltam még 3000 forint, és meg volt egy hónapban is. Ez nagyon jó volt. Tehát akkor láthattunk a Víg Színházban, aki elkerülte az Erkelt. Igen. Láthattunk a Víg Színházban egy világítóan kék szemű fiatalembert. Igen, az Ehudban például ló voltam, ott nagyon nem látszódott a szemem, de az Amadeuszban például ott szolgáló voltam, ott látszódott. No, az egyetem, mit lehetett az egyetemen megtanulni? Aki komolyan vette, az nagyon sok mindent, nyilvánvaló. Hát egy veretes tanári kar volt, egyetemi professzorok, akik azért meghatározók voltak. Tehát Vénagy professzortól elkezdve, azért a Talajmánikán keresztül, Balázs építés tanszéke, Kozák tanár úr vízépítésbe, olyan szaktekintélyek voltak, akik meghatározták a magyar vízépítést, hiszen ma is még gyakorlatilag ezekből a könyvekből tanulunk. Tehát ténylegesen olyan tanáraim voltak, akitől nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni. Nem volt abban az időszakban sík ezekről az órákról hiányozni. Tehát öröm volt elmenni egy-egy előadásra. A gyakorlatoknál már volt egy kis hiányzásom, de hagyd mondjam azt, hogy negyedik évtől kezdődően, amikor tényleg már szakirányú órák voltak, akkor versenytünk, hogy el tudjunk menni ezekre az órákra. Rengeteget jelentett a terepi gyakorlat, amit elsajátítottunk, és hát ott is volt lehetőség arra, hogy külön úgynevezett KK munkákat is végeztünk, tehát amiben egy kis pénzt is tudtunk keresni, de kutatásfejlesztésekbe is be tudtunk. Igen, megérkezünk a vízügyi igazgatósághoz, de azért egy mellékszál a Velencei tó, a szörf kölcsönző. Az zseniális ötlet. Igen, hát ez úgy történt, hogy negyedik év vége után kellett választani, hogy hova megyünk nyári gyakorlatra. Hát abban az időszakban még folyt azért a Velencei tó mellett a felújítási munkák, és hát úgy döntöttem, hogy milyen jó lenne nekem egy hónap nyári gyakorlat majd eljönni a Velencei tó partjára, és milyen jó lesz itt, de hát mit csinálunk itt egy hónapig. És hát, hogy említettem, azért elég jó kerestem a színházba, így a Műegyetemen indult egy ilyen szörfépítőklub is, és így gyorsan építettünk 6-7 darab szörföt, és hát elterveztem, hogy milyen jó lesz ez az egyhónapos velencei tavi túrázásom nekem majd, és ott eltöltem az egész időt. Természetesen ebből nem lett semmi. Annyi lett, hogy utólag csináltunk egy szörfkölcsönzőt, de az egyhónapos tanulmányutamból nem lett semmi, hiszen abban az időszakban, mint utólag kiderült kitüntetésként, akkor Szovjetunióban egy hónapra kellett elmenni termelési gyakorlatra. És hát azt töltöttem le, és utána jöttem haza, és akkor csináltam a régi Gárdonyi strandon egy szörfkölcsönzőt. Míg bárki is fanyalogna a Szovjetunión, az egy nagyon sok mindent lehetett tanulni, akkor és ott. Hát akkor még Szovjetunió volt, de azért tudni kellett, hogy ennek az első 3 hete az Riga-Tallinn volt. Tehát más jellegű volt az egész. Ezek a Hanza vidékek azért nagyon sok mindent tudtak mutatni. És hát az utolsó egy hét volt az, amikor Moszkva és Leningrád, de inkább ez városnézés volt az utolsó egy hét. De az első 3 hét az egy szakmai kirándulás. Tehát Lettország, a mai Lettország területén. Igen, területen. Igen, tehát más jellegű. Az más jellegű. Igen. No, ösztöndíjas volt. Ez azért nagyon fontos, mert akkor a vízügyi igazgatóság igazgatója egy mai legenda volt, Karászi Kálmán, aki a mentora volt. Ez az időszak, azt hiszem, hogy akinek ilyen szerencséje volt, és rátermett, és kiérdemelte, az meghatározta az egész későbbi pályáját, szakmai pályáját. Igen, hiszen nem az volt a lényeg, hogy egy 500 ezer forintos havi apanást kaptunk, hanem egyfajta kötöttség volt, egyfajta kötődés volt, és ez olyan jellegű is volt, hogy közben is az emberrel kommunikáltak, még egyetemista volt. Tehát tudtam, amikor a vízügyhöz kerültem, hogy hova kerülök, tudtam, hogy mit kell csinálnom, és eleve vártak engem.
Tehát amikor én ide kerültem az igazgatóságra, úgy kezeltek, hogy már egy évvel gyakorlatilag itt vagy. Tehát fixen számítottak rám. Abban az időszakban nagyon sokat számított ez, hogy kötődjön valaki egy társasághoz. Akkor nagyon sok mérnök volt így együtt, tehát kb. 15-20 fiatal mérnök jött 2-3 évenből az igazgatósághoz. Így egy hatalmas tanulóhely volt ez nekünk. És végig kellett járni a ranglétrát. Tehát jószerivel, amit egy frissen végzett vízépítő mérnök megtanult elméletben, és nyilván azért gyakorlatban is, azért kikristályosodott, hogy mennyit ér, mit kell hozzátenni ahhoz, hogy később sikeres lehessen. Hogy hát kezdődött? Rengeteget kellett hozzátenni. Tehát azt, amit az egyetemen hoztuk, az egyfajta gondolkodás volt. Tudtuk, hogy hol kell utána nézni, természetesen az alapokat tudtuk. De hát azért itt az öregek bennünket azért megtanítottak rendesen. Hadd mondjam azt, hogy például azt, hogy hogy kell írni. Hogy kell levelet írni, amit ma már egyre kevesebben tudnak sajnos a fiatalok is. Nekünk abban az időben az volt, hogy az osztályvezető mondta, hogy na, akkor írjál most egy levelet, ennek és ennek, ez és ez legyen benne. Ez nagyon rövid, 5-6 soros levél volt. Hát én fogtam nagy büszkén, szépen leírtam a levelet, és bevittem hozzá. Hát a piros színű javítása sokkal több volt, mint amit én írtam kékkel. És így visszaadt az egészet, hogy ez abszolút nem jó. Most pedig vegyél elő egy kockás spirálfüzetet, abba szépen kezd el írni a leveleidet egymás után, én majd azokat javítom. És amikor hasonló jellegű levél lesz, akkor lapozz vissza és nézd meg, hogy mit hibáztál. Hát mire ugye a spirálfüzet közepéig jutottam, akkor már egy-két hibával tudtam levelet írni, hangsúlyozom, nem helyes írási hibák voltak. Ez egy külön nyelv, amit meg kell tanulni, a megszólítást, a tárgyalást, a befejezést, meg kell alkotni egy levelet. Mint a régi szép időkben. Ugyanaz, ahogy Halmos tanár úr rég tanították, ezt ugyanúgy a hivatali levelezésbe is meg kellett tanulni. És bármennyire is úgy tűnik mostanság, hogy ez elfelejtődött, azért azt hiszem, hogy a mai fiatalságra is ráférne, ha tetszik, ha nem. Ha duzzogva is, de azért ezt csak-csak meg kéne tanulni. Ugye egy rendkívül színes vízügyi igazgatóságba csöppent, hiszen Velencei tó, Sárvíz, Nádor csatorna, Balaton, és így tovább. Hogy kezdődött a betanulási folyamat? Hát kezdtem anno vízrendezőként, vízrendezési előadóként körülbelül olyan 2-3 hétig, ahol természetes volt, hogy mivel egy fiatal volt, tehát tud az elméletet, így akkor egy átereszt kapásból méretezzél le. Tehát én kaptam meg azokat az elméleti munkákat első körben, amire azért az affinitásom meg volt, meg a tudásom. De hát utána szerencsém volt abban, hogy egyből kiemeltek 2 hét után, és azt mondta, hogy szükség van nád most tószabályozáson. Akkor áttettek tószabályozásra, akkor indult Balaton-Velencei-tól, ott eltöltöttem pár hetet, azt mondta, hú, akkor kellene egy műszaki ellenőr a Balatonra. Akkor levittek a Balatonra a műszaki ellenőrnek, és hát én azt sem tudtam, hogy mi fánterem a műszaki ellenőr. Tehát ilyet nem tanítottak az egyetemen, és hát kellő rutinosak voltak az öregek, akik mondták, hogy persze fiatal. Fogtak egy tanyahajón, beültettek az irodába, odaadták az építési naplót, azt mondta, hogy na, akkor rendezd el, és becsukták az ajtót. Akkor láttam életemben először építési naplót, azt sem tudtam, hogy mit kell beírni. Na hát ezeket szépen folyamatosan meg kellett tanulnom az öregektől, és visszamenni, hogy hogy is néz ki egy ilyen munka. A hajósok hogy tudják átverni a műszaki ellenőrt, hogy kell felmérni a vizen, hogy kell hajózni. És abban az időszakban nem úgy volt, hogy autóba beült az ember, és ott volt másfél óra a kezdhelynél. Akkor ez kemény 2 napos küzdelem volt, hiszen vonattal átszállás, gyaloglás, hajóval kimenni a terepre, hajón aludni, tanyahajón, a kotrósokkal, és úgy visszajönni. Tehát az ember megismerte azokat a fogásokat, azokat az embereket, akivel együtt dolgozik, és hát én elmondhatom azt, hogy most már a több mint 30 év alatt azért a kezdeti 15-20 évben nem igazán tudtak olyan kollégát mondani a vízügyi igazgatóságon, akit velének találkoztam. Tehát Edith Piaf után szabadon nem bánok semmit sem. Nem, abszolút nem. Bármilyen kemény volt, mert azért ez kemény élet volt. Kemény élet volt, főleg úgy, hogy fiatal házasként is, és hát azért 2-3 napra eltűnni és csinálni, és hát abban az időszakban már egyre többet kellett dolgozni itt benne az irodába is, és ahogy az ember tanult és egyre többet elsajátított, úgy szépen csoportvezető lett, osztályvezető lett, és ment előre a ranglétrán, ahogy kellett, és hát erre még jöttek rá az árvízvédekezések. Igen. Beszéljünk az Zalatorokról. Az egy legenda volt. Mármint egy kívülálló szemével, és el sem tudjuk talán képzelni, hogy mi mindent kellett ott tenniük. Aztán a Sió, Nagy-Duna. Hát végig a kotrási munkák nagyon nagy feladatok voltak, a Zalatorokban például a felépítményességeknek az elbontása,
De hát Keszthely, Szigliget, medence végigkotortuk, partfalakat építettünk. Hát a Duna mellett akkor épült ki a Bölcske-Madocsai védvonal, ami egy nagyon komoly beruházás volt, aminek létesítményfelelőse voltam. Tehát nagyon sok olyan beruházás volt, amit közvetlenül tudtam irányítani már a végén. És hát ez egyre jobban nőtt, hát ma meg már szinte beláthatatlan nagy munkák. Tehát élt a bizalommal, mert ugye az bizalmi kérdés is volt, hiszen ezek nagy léptékű munkák voltak. Nem igazán volt az embernek abban az időszakban helyettese. Tehát rá volt bízva ez a munka, és csinálni kellett. Tehát nem lehetett hibázni, illetve hát, lehetett hibázni, lehetett. De azt gyorsan kellett javítani. Gyorsan kellett, és be kellett ismerni. Tehát tény, hogy volt ilyen. Egyenes volt az útja felfelé, mondhatjuk, ugye? Hiszen korán lett igazgatóhelyettes. Vagy az korán? 2004-et írunk. Ahogy megnézzük. Igazgató helyettesként szerintem az nem volt korán, inkább igazgatóként. Igazgatóként. Tehát egy év volt, amíg én főmérnök voltam, műszaki igazgató helyettes voltam. Szerintem az volt rövid idő, tehát arra hosszabb idő jobb lett volna, hogy ténylegesen átfogó mindent lásson az ember. És akkor az, amit Karaszi Kálmán, majd utána Szabó Mátyás mellett megtanult, és a saját stílus, a saját egyénisége az igazgatóként kiderült, hogy az bőségesen elég. Ez a legendák tanítása ebben segített, hogy hogyan kell igazgatónak lenni, mert ha valamit, akkor azt meglehetősen nehéz megtanulni. Persze, hát rengetegszer eszembe jutnak azok a mondatok, amik néha úgy triviálisnak hallanak, hallatszanak. Hát most, hogy mondjam, Karaszi Kálmán bácsi első nap például azzal kezdte, ami ma lehet, hogy furcsán hangzik. Ide figyelj, édesfiam, mi itt egy nagy család vagyunk. Itt minden férfi egymást tegezi, és minden hölgyet magázol. És ha a hölgyekkel, ugyanazzal a hölgyel naponta négyszer találkozol, akkor négyszer fogsz előre köszönni neki. Ez volt az első intenciója. És nagyon furcsa volt, hogy én akkor egy Bukowski Gyurka bácsit, aki fejbe integrált és hatalmas koponya volt, annak én azt mondom, hogy szervusz. Az embernek nagyon furcsa volt, és ma is érzem a fiatalokon, hogy ez még mindig furcsa nekik, de ez egyfajta viselkedés volt. A hölgyekkel szemben meg természetes volt ez a magatartás, hogy négyszer, ötször köszönsz neki, akkor találkozol. Erre beleneveltek, hogy egy családban ezt így kell csinálni. Magától értetődő, csókolom a kezét. Igen. Kolontár Devecser. Mi is jártunk ott, ez már a közelmúlt. Egy olyan közelmúlt, ami még most is itt van teherként előttünk. Én azt hiszem, hogy aki látta Novák Rita kolléganőm filmjeit, tehát én magam is jártam Devecserben, az soha nem fogja elfelejteni. Önök viszont végigcsinálták. Beszéljünk egy kicsit erről. Mire tanította meg az az időszak, amit ott meg kellett csinálni, amit ők túlélésre játszottak, és hála Istennek túlélték nagyon sokan. Egy ilyen eseményről, egy ilyen tragédiáról miként gondolkodik egy vízépítőmérnök? Nehéz még ennyi idő után is beszélni róla, hiszen aki látta a képeket, vagy látja a képeket, az el tudja képzelni ezt a szörnyűséget, ami ott volt. Akár az első naptól kezdődően, hogy én ott voltam, hogy azt szétválasztani és úgy elindulni, hogy az ember tudja, hogy neki itt most segíteni kell. Egy műszaki beavatkozást kell levezényelni, kitalálni, megépíteni, levezényelni, úgy, hogy körülötte ez történt. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott nem voltak ott az emberek. Tehát amikor mi bármit csináltunk és bármit dolgoztunk, annak a háznak a tulajdonosa, annak a családnak a tagja, aki elvesztette éppen a családtagját, azok ott voltak mellettünk közvetlenül. És ezek beszélni akartak. Beszélni akartak róla, miközben mi meg csinálni akartuk a másik munkát. De közben őket meg nyugtatni és vigasztalni kellett, amit nem lehetett. Tehát nem lehet egy ilyennél, csak önmagában az, hogy beszélgessünk, valaki beszélgessen, hiszen nem voltak ott mások. Csak mi voltunk ott, akik tudtunk nekik segíteni, akik tőlünk kérdezték, hogy mi lesz ezután. Tehát nekünk néha füllentenünk is kellett, hiszen még nem tudtuk, hogy mi lesz, de már akkor is nyugtatnunk kellett. Tehát nagyon nehéz volt szétválasztani a műszaki tevékenységet az érzelemtől. Tehát amikor elindult egy munka, és például, most hogy mondjam, nekem megvannak még a képek, azokról a házakról, amiket Kolontáron le kellett bontani.
Kossuth utca elején. Nehéz úgy fölvenni egy állapotrögzítést egy épületről, belsőfokú dokumentációt készíteni, hogy kint állnak a tulajdonosok, és tudom, hogy délután már jön a markoló, és le fogja rombolni a házukat. De meg kellett csinálni a rögzítést, azért, hogy ők utána a kártérítést megkaphassák. Tehát mérnöki munkát kellett egy olyan környezetbe csinálni, amit az ember soha nem csinálna szívesen, de meg kellett csinálni azért, hogy ő nekik utána jobb legyen. Az, hogy nekik segíteni kellett a kárfelmérésbe, ahol tételesen, türelmesen végig mindent fölírni, hogy miük volt a kertbe, miük volt a kamrában, mi volt a lakásba. Ezeket mind végig kellett csinálni, és természetesen be kellett zárni azt a rusnyagátat is, hogy ne jöjjön ki több anyag, és oda is el kellett menni, de közben még vissza kellett jönni, mert a polgármesternek kellett segíteni. Tehát ez egy olyan napi 18-20 órás folyamatos munka volt, nagy stressz mellett. Nemrégiben volt vendégem, még a per nem dőlt el, akkor nem az új, hanem az előző, per a kolontári polgármester és a katasztrófavédelem munkatársai, és arról beszélgettünk a Szabadművelődés házában volt ez a fórum, hogy soha nem fogják elfelejteni egyik oldalról önök sem, hát és nyilván, ahogy most itt ezt elmesélte, akkor hát igen, ez ember kell hozzá. De azért kérdeztem, mert hogy ugye nem csak jó dolgokból áll a vízépítőmérnök munkája, és még egy ilyet hadd kérdezzek, hiszen a Nagy-Tiszai árvíznél is nagyon fontos szerepe volt, ugye a Duna-Tisza-Maros-Körös nagy árvíz. Mi az elsődleges feladata ilyenkor a munkátokat vezető embernek, a mérnöknek? Külön választanám azt, amikor nálunk van árvíz, tehát az én működési területemben, mert akkor máshova megyünk. Amikor a mi működési területünkön van, tehát Ercsitől Bátáig ezen a Duna szakaszon, ez, hogy mondjam, egy rutinszerű dolog. Tehát már mindenkiben benne van, mindenki tudja, hogy mit kell, tudja, hogy hova megy el, milyen helyre kerül, nagyjából tudják, hogy mik a feladatok, mik a tevékenységek. Ezt úgy rutinszerűen már tudjuk irányítani. Természetesen mindig van valami, ami nem úgy zajlik le, mint az előző évben, de ez egy rutinszerű. Amikor az embert általában elvezénylik máshova, akkor teljesen más a helyzet. Tehát akár az előző években azért Győrújfalutól elkezdve a Körözzugig, egy olyan területre kerül az ember társaival együtt, ahol nincs meg a hely ismerete. Tehát igazából új település neveket, kis faluk nevét találja meg, és hát amikor oda megy egy ilyen segíteni az ember egy ilyen csapattal, akkor a helyieknek nem igazán van arra lehetőségük, hogy gondoskodjanak rólunk. Bármilyen furcsa hangzik, amikor egy csapattal kivonulunk védekezni, az első az, hogy nagyon gyorsan szállást kell keríteni. Tehát saját embereimnek legyen meg az a pihenő helye, ahol majd a műszak végén, lehet, hogy két nap múlva, de le tudnak pakolni, megszervezni nekik az étkezésüket. Ezek a legfontosabbak az első sorban, és ezt követően természetesen a védekezési munka. De ezt mindig le kell rögzíteni az elején, hogy egy fix helyről tudjunk indulni, és bármikor be tudjunk avatkozni. A helyismeret nagyon fontos, hogy megszerezzük azt, tehát az első két nap az általában rohangálással telik el, hogy megnézzük, hogy mik vannak itt egyáltalán. Kihez kell alkalmazkodni, mihez kell alkalmazkodni, mi várható. Ez általában nagyon gyorsan felépül ez a rendszer, és onnantól kezdve már otthonosan mozgunk. Tudomásul kell venni, hogy amikor egy ilyen csapatot bedobnak egy védekezésre, akkor szinte csak magunkra számíthatunk. Tehát egy önállátó kis csapat, ami az étkezéstől szállásig, munkavégzésig, anyagbiztosításig, közerű irányításáig gyakorlatilag saját magukra van hagyva, és úgy dolgozik. Nekem szerencsém volt olyan szempontból is, hogy mindig a legnehezebb helyekre kerültünk. Tehát megtanultuk, azt mondom, hogy most már úgy csinyát, bínyát a védekezésnek, így most számíthatunk arra, hogy bárhol nagy gond van, a fehérváriak biztos, hogy menni fognak védekezni. Tehát lásd, Karászi Kálmán mit mondott a családról, a csapatról. Ez nagyon-nagyon fontos. Visszaköszön egyébként minden pillanatban, és ez jó. Hogy sikerekről is beszéljünk, 12.000 négyzetkilométer az ön fennhatósága alatt, Fejér, Veszprém és Tolna megye, és néhány napja voltunk, mert egyik televízió, a Magyar Televízió kérdezte, hogy nézzünk körül, mert hogy az országban mindenütt árvízvédelmi készültség van egyik oldalról, és a belvízről érdeklődtek. És akkor elmentem önhöz, és szinte bizonyos voltam abban, hogy mi a válasz, hogy nincs
krízis helyzet Fejér megyében, mégpedig azért nincs, teszem én hozzá, mert az elmúlt időszakban, hála Istennek, azokról a sikerekről is be tudtunk számolni, amelyet az önök munkájának köszönhetően elérték Fejér megyét. Ez egy hosszú folyamat volt, nem különben, de hogyan sikerült ezt véghez vinni, hogy megújult a Nádor csatorna, és most már a Sárvíz, Sárbogár térsége is talán-talán mentesült a belvíz alól, ami azt mondjuk, hogy évtizedekig gátolta a munkát. Hát ez egy hosszú folyamat, ahogy mondta. Tehát ahhoz, hogy egy beruházás, egy fejlesztés elinduljon, nagyon sok megalapozott tanulmányt kell készíteni. A Séd-Nádor-Gaja rendszerről hát olyan 20 évvel ezelőtt csináltuk az első tanulmányt, amiben én is azért derekasan benne voltam, amikor még azért öntözés, vízminőség, ilyen jellegű problémák voltak. És már akkor megfogalmaztuk azokat, hogy mit kéne csinálni. Tehát Fehérvár csurgai tározót tovább bővíteni, meg kéne a káros anyagokat kiszedni a Nádor medréből. Tehát ezeket a feladatokat folyamatosan napirenden kell tartani, és hát mindig a megfelelő döntéshozó elé kell tárni ezeket. Most érett meg azt hiszem az, hogy szakmailag megvan egy olyan háttéranyagunk mind a három megyére vonatkozóan, amiből el lehet indulni. Ennek köszönhetően hát most az uniós fejlesztéseknél szinte ki sem merem mondani, több mint 80 milliárd forint pályázati pénzünk van. Hát ha csak nézzük a Velencei tavat, 14 milliárd most a partfal fejlesztése. A Balatonra, Sió levezető rendszerre van egy 12 milliárdos, de van egy 40 milliárdos nagyobb fejlesztés is. De hát ahogy említettem, Csurgó itt van. A Váli Szent László vízfolyások rendezése 3,5 és másfél milliárd forintért. Tehát azt mondom, hogy ha ezt végigcsináljuk most ebbe a ciklusba, tehát 2022-ig gyakorlatilag befejezzük, akkor olyan meghatározó nagy vízfolyásunk nem marad a három megyébe, a Kapos kivételével, amit ne tettünk volna rendbe. Hát jó csapata hiszem, van? Hogy... Illetve válaszolok is, jó csapata van. Jó. Akkor inkább azt kérdezem, hogy jut ideje önmagára, hiszen a felsorolt feladatokhoz egy egész ember kell, ez teljesen egyértelmű. Kevés idő jut magamra. Tehát ezek olyan feladatok, amiket most folyamatosan kell végezni, ez 18-20 órás most. Aztán ott, amikor beindul, akkor lesz egy másik. Szerintem kevés idő van, tehát a horgászat, amivel én kezdtem az elején, az egyre jobban háttérbe szorul, pedig ki is kéne menni. Egyre többet vagyok íróasztal mellett, és egyre kevesebbet vagyok a vízparton. Tehát ez nem szerencsés, majd fordítani kell rajta. Tehát egy csillogó, villogó, kékszemű ember a vízparton horgászbottal az nem ön? Most még nem, de remélem hamarosan az lesz. Mit kívánhatok önnek? Mit kívánhatunk? Ugyanezt, ami eddig volt. Azt. Ja, akkor azt kívánom. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Csonk István volt, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.